1975-ben Csehszlovákiába járt el 3 hónapig ösztöndíjasként, Igen. aztán 76-ban Svédországban, sőt még az Ericssonba is eljutottál, ahol sok mindent megnézhettél személyesen. Mit tapasztaltál különbséget, meg egyáltalán hogy juthatott ki abban az időben valaki Svédországba, meg be egy ilyen gyárba? 3 hónapig Prágában voltam, egy ottani ilyen társintézménynél, egy kutatóintézménynél, ahol tulajdonképpen arról volt, hogy a kandidátusi értekezésemet, ami már úgy összeállt, de akkor fogalmaztam úgy meg. Svédországba mentem, ott egy ilyen svéd ösztöndíjat nyertem el, ami a KTH-ba szólt, tulajdonképpen az ottani műszaki egyetemre, és ott megtudtam, hogy az Ericssonban egy olyan fajta kurzus van, amelyik nekem érdekes lenne. Felhívtam ennek a kurzusnak a vezetőjét, aki hát úgy nyitott volt arra, hogy én arra csatlakozzak, de hát meg kellett, hogy kérje a főnököket, mert elsősorban ez egy drága kurzus volt. De azt mondta, hogy hát azért menjek be, és jártam is, és láttam, hogy hú, ez nagyon, nagyon jó, nagyon tetszik nekem. Számítógépes tervezés volt. És akkor ők ezt elkezdték még nem digitális központoknak a tervezésére használni, meg a hálózatok tervezésére. És én éreztem, hogy nekem ilyesmivel kell majd foglalkoznom a PKI-ban. Ilyen is kellett. És valójában a svédországi tartózkodásom döntő része alatt én ide jártam az Ericssonba. És ezért mondtam, hogy ez fordulópont volt az én szakmai életemben, mert azzal jöttem vissza, hogy tulajdonképpen ezt akkor itthon meg kéne csinálni. És hát így is lett. 1945-ben születtél Budapesten. Milyen volt a gyerekkorod? 3 éves koromban a szüleim Zuglóba költöztek. Tehát lényegében, amire én már úgy emlékszem, az egy ilyen zuglói ház volt, kertes ház volt. Szívesen jártam iskolába, jó tanuló voltam mindig, és lényegében ebből az időszakból leginkább arra emlékszem, hogy nyáron állandóan néztem a térképeket. Aztán középiskolába, a Kandó Kálmán technikumba mentél, híradástechnikai technikumba mentél. Miért választottad ezt, különösen, hogyha azt mondod, hogy gyerekkorodban a térképeket nézted? Igen, hát 10 éves koromban még úgy gondoltam, hogy földrajztanár leszek, de aztán utána mégiscsak erősebb lett a matek, meg a fizika, és aztán amikor arra került a sor, hogy középiskola, hát akkor arra bíztattak mondjam így a szüleim, hogy inkább olyasmi területe menjek, ahol szakma is a kezembe került. Tehát akkor így került kiválasztásra a Kandó Kálmán technikum, és azon belül ott a híradástechnika szak, amely tulajdonképpen jó választás volt. Most így utólag tudjuk. Így van. A Kandó után tulajdonképpen érthető, hogy a Műszaki Egyetem villamosmérnök karára jelentkeztél. Miért választottad a távközlési szakot? Volt egy olyan előadás, mégpedig Gordos Géza részéről, amelyet az egész évfolyamnak tartott, és bemutatta a különböző ágazatokat, hogy melyiknek mi a sajátosság. A távközlés ágazat kapcsán azt mondta, hogy aki nagy rendszerekkel akar foglalkozni, és országos rendszerekkel és összefüggéseket akar látni, ilyenekkel akar foglalkozni, az erre az ágazatra menjen. Hát ez a szakmájuk. Mert én éreztem egyből, hogy megdobbant a szívem. Ez az, ami tulajdonképpen úgy éreztem, hogy én vagyok. Az egyetem elvégzése után 1968-tól 75-ig benn maradtál az egyetemen, Igen. és a vezetékes híradástechnikai tanszéken dolgoztál. Milyen emlékeid vannak erről az időszakról? Rendszertechnikai oktatás volt, ennek megfelelően mérés technikai oktatások voltak, elindult a számítógépes használat. Tulajdonképpen ez volt a jellemző. Amit talán a mai szemben nagyon kiemelnék, hogy akkor még a vezetékes és a vezeték nélküli terület nagyon-nagyon elhatárolódott egymástól, és a vezeték nélküli alatt akkor alapvetően a műsorszórásra gondoltak. Ebben az időszakban én nekem a legfőbb kapcsolatom, a munkatársi kapcsolatom, beosztotti kapcsolatom, ugye a Gordos Géza professzor volt, aki persze akkor még nem volt professzor. Tehát én azokban a tárgyakban tanítottam, amelyeket ő csinált, és aztán kezdtem kialakítani azt a területet, ami akkor úgy
megjelent a digitális szűrők előzményeiként. 1975-től a Posta Kísérleti Intézetben dolgoztál, tudományos főmunkatársi, majd tanácsadói munkakörben. Távközlő hálózatok tervezésével foglalkoztál, annak már a számítógépes módszereinek a kidolgozása is szóba került. Mit jelentett ez akkor tulajdonképpen, hogy mit tudtatok, milyen számítógépes háttér állt rendelkezésbe a PKI-ba? A hálózattervezés témaköre volt az, hogy abban fogok majd tevékenykedni, és hát ezek a külföldi tanulmányot, a konkrétabban a svédországi tanulmányot mutatta meg, hogy hát tulajdonképpen ezt most számítógéppel kell már megcsinálni, számítógéppel lehet kiaknázni, kihasználni azt a tudást, ami a technológiában benne van. Tehát ha nem úgy csináljuk, akkor tulajdonképpen megfizetjük azt a rendszert, de nem aknázzuk ki azokat a többlettudásokat. És ott sikerült olyan programokat megcsinálni, amely azonnal túllépett az eddig manuálisan végzett tervezői tevékenységet. És aztán ez fejlődött ki úgy, hogy egy teljes programrendszert alakítottam ki az évek során. Na, ott ti milyen hálózatot terveztetek? A távbeszélő hálózatot. Az ország távbeszélő hálózatot terveztük, tulajdonképpen annak a struktúráját terveztük meg, a forgalom irányítását terveztük meg, külön az országos hálózatot, aztán a budapesti hálózatot, tehát, és át kellett tervezni az egész addigi rendszert, mert megjelentek újabb, az ARM központok jelentek meg, amelyek már alternatív forgalmi irányításra is képesek voltak. Na most egy ilyen alternatív forgalmi irányítással rendelkező hálózat, az már csak számítógéppel tervezhető meg. Tulajdonképpen ez volt a fordulópont. 1976-tól részt vettél a Nemzetközi Távközlési Uniónak is a munkájában. Igen. Mennyire volt az természetes, hogy egy szocialista ország egy ilyen nemzetközi szervezet, szakmai szervezet munkájában részt vesz, és te mit tapasztaltál ott, neked milyen munkád volt, mit tudtunk abból hasznosítani? Én nem éreztem azt úgy sose, hogy én egy szocialista országból vagyok, és ettől én hátrányban lennék, vagy ilyen fajta megkülönböztetést én nem érzékeltem sose. Bevontak, csináltuk, nagyon sokat tanultam belőle, és aztán annak talán a legintenzívebb szakasza az volt, hogy amikor elindítottak a mondjuk ilyen fejlődő országok számára egy ilyen tanfolyam sorozatot, egy ilyen hálózattervezés tanfolyam sorozatot, akkor egyszerűen engem abba bevontak. Én tudom, hogy először meghívtak Athénba, ott úgy mondjam, hogy kipróbáltak, és akkor utána 11-szer még hívtak különböző helyekre. Úgyhogy így emlékszem, hogy voltam Bangladesben például. Tulajdonképpen az, hogy technikailag ezek a hálózatok össze kellett, hogy kapcsolódjanak ahhoz, hogy az országok közötti kommunikáció is meginduljon, ez tette szükségessé azt, teljesen mindegy, hogy milyen országból való vagy, de mégiscsak szükségünk van egymásra. Persze, a távközlésnek megvan az a fajta veleje, hogy ott az egy világrendszer kell, hogy legyen. Hiszen Tűzföldtől Tibetig mindenkivel kell tudni kommunikálni, tehát olyan fajta szabványoknak, megállapodásoknak kell mögötte lennie, ami lehetővé teszi ezt. És hát ennek a szervezettel nemzetközileg az ITU. A PKI-ban 1978-88 között elért tudományos eredményeit képezték az akadémiai doktori értekezésed szakmai tartalmát. Ebből sok minden meg is valósult a 90-es években. Igen. Elmondanád ennek a legfőbb tartalmát? 1977-ben volt Genben a távközlési világjárítás. És a szerencse az volt, hogy a postának a vezetői is ott megjelentek, és hát abban az időszakban azt mondták, hogy hát a Salainak az agylövése, hogy digitális központokat kell alkalmazni, és szerencsére kint voltak a főnökök is Genbe, és látták, hogy csak digitális központ van. Úgyhogy amikor visszajöttünk onnét, akkor 2 hét múlva hívtak engem a vezérigazgatóságba, és akkor mondták, hogy hát Salai elvtárs, ugye akkor még ez volt, Salai elvtárs, hát akkor az ország digitalizálási tervét legyen szíves letenni az asztalra. Ugye az akadémiai doktor kapcsán kérdezte ezt, és hát végezetül akkor alkottam meg
és hoztam létre számítógépen minden a valószínűségi modelljét egy hálózatnak, amivel meg lehetett tervezni azt, hogy mennyiben legyen más egy digitális hálózatnak a struktúrája, mint a jelenlegi, mondjuk analóg struktúra. És gyökeresen más. És ennek alapján letettem a tervet fél év múlva, ezt elfogadták, és meg is valósult. Természetes, és a számomra, hogy 1984 és 90 között te voltál a PKI igazgatója. Ez egy érdekes időszak lehetett sok tekintetben a technikai fejlődés miatt is, meg hát úgy abban az időben volt a rendszerváltás előszele. Mennyire érintette ez a te munkád? Rendszerváltás nem érintett, a technológiai aspektus már feltétlenül. A posta vezetése azóta 80-as évek közepéhez közeledve elhatározott egy hatalmas átalakítást, és ennek eredményeként a PKI az egy nagy intézményé nőtte ki magát, mert több más ilyen kisebb postaszervet, vagy más postaszerv egy bizonyos részeit mind beintegrálták, oda tették a PKI-hoz. Tehát az az igazság, hogy nekem másfél-két évig praktikusan az volt a legfőbb dolgom, hogy ezt a csapatot, ami helyileg is sokfele volt, sokféle szakmából, mindenből tevődött össze, hogyan tudom egy egységes csapattá összerakni. A technológia az megint egy fontos dolog volt, mert a digitális központ technikában a postán belül egyértelműen mi voltunk felkészülve. 1990 őszén a Magyar Távközlési Vállalat ágazati igazgatójának neveztek ki. Mit jelentett az a stratégiai ágazat, amik hozzátartozott, milyen feladatokat láttál el? Ennek a stratégiai területnek a megszervezése, létrehozása volt tulajdonképpen, ez nem volt előzetesen. És a feladatunk azok a 3 éves tervnek, meg a digitalizációnak a tervezése volt. Tehát valójában például olyan tervek, amelyeket már előzetesen említettem, hát itt most oda került, hogy ezeknek a megvalósításában is tevékeny részt vehettem, vagy kellett, vagy vettem. A másik ilyen dolog, ami akkor ebben az időszakban kezdett előjönni, hogy a Matáv az egy monopól helyzetben levő távközlési vállalat volt Magyarországon, és hát gondoljuk el, egy monopól helyzetből átvinni egy olyan cégbe, amelyik, hát ahogy tetszik, ügyfélorientált, és nem a technológia vezéri. Közben persze jöttek az új technológiák. Igen. És jött a privatizáció. Igen, a privatizációt követően, vagy azzal összhangban te átkerültél a hírközlési főfelügyelethez, és ott lettél nemzetközi igazgató. Ott tulajdonképpen milyen feladatok vártak téged? Akkor hívtak a hírközlési főfelügyelethez. Alapvetően azzal, hogy csináljam meg a nemzetközi oldalát, a nemzetközi imázsát. Nemzetközi koordinációs osztály volt, de hogy egy teljesebb körű, egy ilyen nemzetközi tevékenységet alakítsak ki. Hát ez volt a feladatom, tulajdonképpen 3 évig. Közben ez azzal járt, hogy jó magam is sokkal intenzívebben vettem részt például az ITU-nak a munkájával, és megismertem azt, hogy mások hogy csinálják ezt a szabályozást. Ez volt ennek egy nagyon nagy És haszna. akkor az, amit megismertél, az valamennyire a magyar viszonyokban aztán megvalósítható volt? Hát 3 év múlva, 98-ban lettem a hírközlési főfelügyelet elnök helyettese. Hát több szakmai terület is hozzám tartozott, és hát én azt hiszem, hogy igen. Tehát ott én ezeket tudtam kamatoztatni. 2000-től infokommunikációs elnök helyettes voltál a hírközlési főfelügyeletben, elláttad az általános elnök helyettesi funkciókat is. Ebben az időben jelentős törvények, így a hírközlési törvény, az elektronikus aláírás törvénye is megszületett. Mennyi közöd volt ehhez? Természetesen formailag nem, de gyakorlatilag sok közöm volt, mert a háttér munkát, a szakmai munkát, azt archívben
csináltuk. Tehát így akkor hoztam létre egy informatikai szabályozási osztályt, meg informatikai igazgatóságot is, meg kezdeményeztem az elektronikus aláírási törvény magyarországi megvalósítását. Az eddig elmondott sok fontos szakmai beosztásod mellett a Budapesti Műszaki Egyetemen folyamatosan részt vettél a szakmérnök és a mérnök továbbképző oktatásban. Milyen tárgyakat oktattál, milyen szakképzést biztosítottál? Hát alapvetően ezek a hálózattervezéshez kapcsolódtak, meg forgalom technikához, forgalom elmélethez, bizonyos matematikai, statisztika, ezek inkább kezdetben voltak. És aztán a 90-es évek második felétől kezdve pedig mondhatni, hogy a távközlés menedzsment volt ennek így. A mondjuk így gyűjtő neve, ez több tárgyból is állt, és aztán volt egy olyan mellékszakirány is, amelyeknek ez volt a neve, hogy távközlés menedzsment. Ennek már én voltam a felelőse, még külsőként. 1997-ben egyetemi tanárra neveztek ki a KAR távközlés és telematikai tanszékére, ahol részmunkaidőben, majd 2001. július 1-től teljes munkaidőben dolgozol. Távközlési menedzsment mellékszakirány oktatását irányítottad. Milyen technikai hátterek vannak-e, vagy szükségesek ennek a szaknak az oktatásához? Hogy alakult ez ki? Igen. 97-ben tulajdonképpen a távközlés menedzsment oktatásnak a kialakítására hívtak tulajdonképpen az egyetemre, és lettem ennek az egyetemi tanára. Vittem a mellékszakirányt, és aztán későbbiekben ugye ebből fejlődött az infokommunikáció menedzsment, és most pedig hát a mérnöki menedzsment módszerek, mérnöki stratégiák, tehát ilyenfajta képzések, BSC, MSC és PhD szinten meg voltak az elmúlt időszakban. Ennek a technikai háttere, ha úgy tetszik, nem különlegesebb. Mert mi nem magát a technológiát csináljuk, azt csinálják ugye a kollégák. Mi ezzel kapcsolatos menedzsment kérdésekkel, szervezési kérdésekkel, motivációs kérdésekkel foglalkozunk. A tanszékvezetés mellett 2004. augusztus 1-től 4 évre stratégiai rektor helyettese is lettél a Budapesti Műszaki Egyetemnek. Hogy élted ezt meg? Milyen terveid voltak? Miket tudtál ebből megvalósítani? Hát nagy meglepetés volt számomra, hogy egy ilyen stratégiai rektor helyettességi tevékenységet gondoltak rám, és ezt én megfontolva, egyeztetve karon belül, feleségemmel vállaltam ezt a tevékenységet. Mi tartozott ide? Hát mondhatom azt is, hogy ugye volt egy oktatási rektorhelyettes, volt egy kutatási és nemzetközi rektorhelyettes, és voltam én. Tehát mondhatjuk azt, hogy ami nem ők láttak el, és hát tényleg egy nagyon-nagyon hosszú lista volt az én feladatom köre. Életem nagyon-nagyon szép emléke ez az időszak. 2010-ben 65 éves lettél, és a mai jogrend szerint bizonyos bevezetői beosztásokat az egyetemen már nem lehet betölteni. Milyen szakmai kérdések kerültek, milyen tevékenység került akkor nálad középpontba? Utána a tanszéken maradtam ugye egyetemi tanárként, és 70 éves korban már egyetemi tanárság, mint munkaviszony sem maradhat, és attól kezdve én ugye professzor emeritusnak választottak, és vagyok ma is a tanszéken. Mit csináltam? Hát azt kell mondjam, hogy a következő 5-10 évben ugyanazt, mint addig, az oktatás tekintetében természetesen, és utána elkezdtem olyan új területekkel foglalkozni, amelyet a jövő internet témakörének lehet nevezni, illetve neveztük ugye akkor, hogy milyen irányban kellene az internetet továbbfejleszteni, és azon belül már ugye az okos város témakör az, amelyik annak egy élő és hát fejlődő
terület. 2005 és 2014 között az egyetem közé távközlés és informatikai kutatóközpont elnöke voltál. Mivel foglalkozott ez a központ? Ez egy olyan kutatóközpont volt, virtuális kutatóközpont a mai szemmel nézve, amelyik a BME meg az ELTE megfelelő csapatait foglalta elsősorban össze, és hát más kutatóhelyeket is, más ipari kutatóhelyek is ugye becsatlakoztak, például az Ericsson. A tevékenységeknek talán a legmarkánsabb vonulata az úgy 2010 indult el, amelyik, és ez a jövő internet kutatása. 2012-ben a Debreceni Egyetemmel elnyertétek a jövő internet kutatása az elmélettől az alkalmazásig pályázatot. Ez 2019-ig tartott ez a munka. Ennek is részint vezetője voltál. Milyen olyan eredmények voltak, amik érdemes megemlíteni? Igen. Hát ez egy nagyon nagy méretű projekt volt, hazai finanszírozású projekt volt. Itt mi akkor lefektettük, ha úgy tetszik, a jövő internet a különböző területeit, hogy mikre kell majd lőni az elkövetkező években. Többek között az egyik feladat az volt, hogy egy jövő internet kutatási központot hozzunk létre, amelyik a projektnek a szűkebbet 2 év lezárulta után viszi tovább a témákat egészen a évtized végéig. Hát ennek voltam én itt a kutatási vezetője. Mikről volt itt szó? Kezdve attól, hogy a tárgyak internete, ez egy nagyon fajsúlyos terület volt, vagy ennek a különböző alkalmazásai, vagy a felhőtechnikák, vagy adott esetben hálózat menedzsmentnek a kérdései, meg hát alapvetően hogyan lehetne hatékonyabbá tenni magát az internetet belső protokolloknak a továbbfejlesztésével. Nézzük most a hivatalos tudományos életed. A Magyar Tudományos Akadémia Távközlési Rendszerek Bizottságának 1985-től folyamatosan tagja vagy, és 2005-ben a bizottság elnökévé választottak, amelyet 2011-ig töltöttél be. Mit csinál egy ilyen bizottság? Kezdetben is, és most is mondhatjuk azt, hogy a távközlésnek a nyomon követésével foglalkozik. Annak elsősorban a tudományos aspektusaiban, hogy merre megy, mit csinál, milyen érdekességek vannak benne, ez az egyik fő vonala. Ilyen bizottságnak pedig a másik fő feladata, az pedig az MTA doktori folyamatoknak a szakmai menedzselése. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek, illetve elődjének 68-tól a tagja vagy, 91-től a vezetőségi tagja, sőt, voltál alelnöke és elnöke is 2005 és 2011 között. Mi a célja egy ilyen tudományos egyesületnek? Terjesztettük azt az információt, azt a tudást, azt a területet, amivel mi foglalkoztunk. Tehát ilyenfajta előadások tartása, ilyen előadásoknak a megszervezése volt az, amiben részt vett. Aztán kikérték a véleményét minisztériumok adott esetben, ugye persze nyilván a szakmai kompetens minisztérium, hogy ilyen olyan szabályozás, törvénymódosítás kapcsán mi is az egyesületnek a véleménye. Egy harmadik az, ami pedig ma azt lehet mondani, hogy talán a legmarkánsabb, hogy részt vegyünk az ilyen nagy nemzetközi szervezeteknek a dolgaiban, és hát előbb-utóbb itt is legyenek ilyen nemzetközi konferenciák szép számban. Nem elvétve, hanem szép számban. 2000 és 2004 között, illetve 2008-ról 2010-ig a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanácsban tevékenykedtél. Mi ennek a szervezetnek a feladata? Neked milyen emlékeid vannak? Ez egy kormányzati tanácsadó testület, amelyik tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem annyira a tudományosság oldaláról, hanem inkább kormányzati oldalról nézi, hogy ez a terület merre és hova megy, és igyekszik a kormányzat figyelmét felhívni azokra, amelyeket fontos, amelyekre hangsúlyozottan oda kell figyelni. Ebben az időszakban
amit én ebben a tanácsban töltöttem, kezdetben 4 éven keresztül Detekői Ákos volt az elnök, a maga nagyon kellemes és stílusával, nagyon összetartó stílusával, és aztán a következő időszakban pedig Simonyi Ernő volt, egy egészen más típusú vezető. Számos cikk, könyvrészlet, könyv szakmai szerzője vagy. Miért fontos neked az írás? Mikről is szívesen? Igen. Nem érzem, hogy a fő tevékenységem lenne írás. Ennek ellenére több mint azt hiszem 200 publikáció van. De az, hogy az ember kiadja magából azt az információt, azt az ismeretet struktúráltan, de azt azért mindig fontosnak tartottam, mint akár az Okosváros könyv, amelyiket épít, lehet látni, az, amelyik ilyen utolsó ilyen nagyobb könyv, amelyik ugyancsak ezt a célt szolgálta. Több hazai és külföldi szaklap szerkesztőbizottságának tagja voltál. Melyik szaklapokat tartottad a munkád során különösen kiemelkedőnek, izgalmasnak? Hát én kettőt emelnék ki. Amiben nemzetközileg, amiben 25 évig voltam a szerkesztőbizottság tagja, egy amerikai, a Telecommunication Systems, abban már tulajdonképpen aktívan vettem részt, és még hozzá érdemes tenni, hogy abban az időszakban, amikor még nem webben oldottuk meg ezeket az egész dolgokat, hanem levelezéssel, megfelelve aztán utána ilyen e-mailezéssel. A másik az, amit kiemelnék, mondjam így, hogy értelemszerűen, az a HTS kötődő hiadástechnika, és ami most is megvan, az az Info Communication Journal. Tulajdonképpen ez az, amelyiket kiemelnék, amelyiknek nagyon-nagyon nő az ázsiója az évek során. Sok rétű munkád számos elismerésben részesült, csak néhányat idéznek belőle. 1979-ben Eötvös Loránd díjjal, 1982-ben kiváló munkáért kitüntetéssel, 83-ban Békési György emlékéremmel tüntettek ki. 98. március 15-én hírközlésért szakmai érem kitüntetésben részesültél, 2000. március 15-én Baross Gábor díjat kaptál, 2005. március 15-én a Magyar Köztársaság érdemben tiszti keresztjét, és 2006. decemberében Gábor Dénes díja. Közben a HTE és az NESZT is több díjjal elismerte munkát. Igen, megemlíteném, hogy 2021. augusztus 20-án Magyar Érdemrend középkeresztjét kaptad a távközlés és az infokommunikáció területén, a versenyszférában, a közigazgatásban, a tudomány, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő innovatív tevékenységedért. Nem mondtam el mindent, de megkérdeznélek, hogy érted meg ezeket az elismeréseket, és hogy van-e köztük valamelyik, amely különösen kedves neked? Kedves? Persze minden körül az ember, és mindenik úgy érzi, hogy azt igazolja, hogy jó irányom így. Hogy melyiket emelném ki? Hát az első Eötvös díj, amelyik hatalmas meglepetés volt, hogy abban a fiatalkorban én ezt megkaptam, és a hazai ilyen számítógépes hálózat tervezés van a háttevében. Aztán a másik, ami hát, ha tetszik, büszke vagyok, a Gábor Dénes díj, amely azt mutatta, hogy hát azért a tudomány mellett az innovációs tevékenységet is észrevették, és hát nem véletlenül az érdemben a középkereszt, tehát az utolsó ilyen, amit kaptam, ami hát ezt egy életműként fogom fel. A nagyon sűrű szakmai élet mellett mi az, amivel kikapcsolódsz, feltöltődsz, jól érzed magad? Hát ha a mellett nézzük, akkor teljesen azt mondható, hogy két másik ilyen iránykapást kell kiemelnem. Az egyik nyilván a család, mert hát azért vannak gyermekek, unokák is szép számol. A másik az pedig, hát tulajdonképpen az a kikapcsolódás, amelyik van egészen más, ez a kutatás szóval illetném, ami mindig együtt jár a fényképezéssel is persze. Mert hát amikor 10 éves koromban én földrajztanár akartam lenni, hát ebben ennyi megmaradt.
hogy szeretjük a világot járni, nézni új embereket, új kultúrákat, új tájakat megismerni. Végül utoljára hadd kérdezzelek meg, hogy többször szóba került az okos város stratégia. Mit gondolsz, hogy ebben a témában a mesterséges intelligenciának milyen szerepe lehet? Meghatározó. A okos város, mint témakört, a okos város megoldásokat, az tulajdonképpen alapvetően a szenzorok váltották ki a dolgok, a tárgyak internete évén indult el ez a folyamat, aztán sok minden természetesen ebbe kapcsolódott, de az igazi kibontakozása ennek a területnek, a hatékony kibontakozás akkor lehet, hogy ezt a sok összegyűjtött adatot, amit a szenzorok évén ugye így hozzájutunk, azt hatékonyan és jól használjuk fel. És ebben pedig a mesterséges intelligencia módszereit, nyilván a gépi tanulás, mély tanulás módszerekre gondolok, ez meghatározó. Ezt mondja, az én kíváncsi vagyok, most tudsz valami konkrét példát is erre mondani, hogy ez hogy jelenhet meg? Már micsoda? A mesterséges intelligencia, de milyen változást hozhat, hogy mit tudhat majd? Van, a legmarkánsabb példa erre az egészségügy lehet, hiszen a sok diagnózisból, ismeretből dolgoznak a dolgosok. Ugye próbálnak következtetésekkel leírni, leírják könyvekben, publikációkban. De ez mind benne lehet agy adatbázisban, amiből az adott új paciens mintái, vizsgálati eredményei kapcsán meg lehet találni a legjobb diagnózist, vagy a legjobb terápiát. És ebben a megkeresésben a gépi tanulás, a mély tanulás módszerei az egyedül olyanok, amelyek ebben segíteni. Hát ilyenek léteznek. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.